Hölgyek és urak, lányok és fiúk, már is kezdődik a boldog órák. Jó szórakozást! Így kell ezt csinálni! Most, hogy én várok rád, őrít
utcát, te már ezt átérted, mikor én tőled elétem. Oh, nézd, a csillagos ég azt súgja, ne menje még, kacsink sám, csin elhiszem, szíved megbocsájtott én nékem. Nem jössz vissza már, azt mondtad nél apkám, emlékszel még rám. Nem kell, hogy bevallj nekem bármi szerelmet. Tudom, a szívednek egy darabja az enyémnek. Már. Azt mondtad nél apján, emlékszel még rám. Nem kell, hogy bevallj nekem bármi szerelme. Tudom, a szívednek egy darabja az enyém lett. Elmentél és nem jössz vissza már. Azt mondtad nél apján, emlékszel még rám. Nem kell, hogy bevallj nekem bármi szerelme. Tudom, a szívednek egy darabja az enyém. Mai vendégem Jáger Gyula. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat. Szia Katica, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát mi is köszöntünk téged itt a műsorban, olyan jó, hogy végre te is itt vagy köztünk. Jelenleg egyedül állsz a színpadon, de egy évvel ezelőtt még ugye Sárm együttesként Fehér Attilával jegyeztek titeket. Hogy érzed az elmúlt időszak alapján, mi a benyomásod? Sikerült ugyanazt a sikert hoznod egyedül is, mint duett formációban? Én általában ilyen kiélezett helyzeteknél mindig jobban összerántom magam, és úgy veszem észre, hogy sokkal jobban mennek azóta a dolgaim. Az is egy újdonság volt az életemben, most visszacsöppentem egy kicsit retrósabb világba, emellett a szólódalaim azok már teljesen más stílusba íródnak, de a retro az mindig is magába fogadott. És hát ugye jött Fenyő Miklós felkérése, meg minden, ami előtte nem valósulhatott meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon időszerű és jó lépés volt. És te is hiszel abban, hogy ahhoz, hogy jöhessenek új dolgok, ahhoz be kell zárni egy ajtót, és ki kell nyitni egy újabbat. Így van, így van. Amíg nem zárunk le valamit, addig biztosan nem tudjuk beengedni azt az esetleges jót. Nagyon sokan úgy vannak, akár párkapcsolatban is, hogy jobb a biztos rossz, mint a bizonytalan jó. Én abszolút nem így érzem. Én mindig úgy vagyok mindennel, hogyha érzem, hogy valahol már nekem nem olyan jó, akkor nekem tovább kell menni. És mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, hogy becsukod azt az ajtót? Nagyon nehéz volt, mert pont egy külföldi felkérésbe voltunk benne, de nem úgy haladtak a munkák, ahogy én azt szerettem volna. Nekem teljesen más a munkatempóm, elfogadom azt, hogy Attilának is teljesen más, de akkor ez így tovább már nem volt kivitelezhető. Így ez történt. És akkor azóta mindenki járja a saját magukját. Így van, így van. És akkor ezek szerint nem is panaszkodhatsz, hiszen jöttek új sikerek, újdonságok az életedben, és akkor ez úgy gondolom pótolt téged. Kárpótolt mindenképpen. Nagyon-nagyon, már a nyár az elég jól beindult, bár akkor még nem mertem elkiabálni, de ahogy megtudták, hogy például ott szólóba megyek, akkor átírták a sármos fellépéseket is szólóba. Mondom, Fenyő Miklós felkérése is az év végén akkor jött, amikor már egyedül voltam, és ki is emelte, hogy neki ez fontos lenne. Úgyhogy én azt hiszem, hogy amikor megmerjük tenni ezt a bizonyos lépést, akkor utána az élet tesz helyettünk százat. Így is van.
Én is így gondolom, és egyetértek ezzel abszolút. Nehéz eljutni odáig, hogy igen, meghozzunk egy döntést, de ha ezt meghoztuk, utána biztos, hogy élvezhetjük a gyümölcsét. Biztos vannak rossz döntések is az életben, de én mindig azt mondom, hogy minden történik valamiért. Így van, meg jelen pillanatban, amikor meghozunk egy döntést, sosem úgy hozzuk meg, hogy hú, ez most egy rossz döntés lesz, hanem mindig próbáljuk a lehető legjobbat. És azt gondolom, hogy a különböző dolgokból próbáljuk azt az eszenciát kiszedni, hogy a legoptimálisabb döntést hozhassuk meg. Az, hogy később erről bebizonyosodik, hogy ez nem volt egy túl szerencsés, akkor abban a pillanatban azt tűnt a legjobbnak. Mostanában a párod Ildikó is megjelenik melletted a színpadon, láthatják ugye a nézők. Ő egy olyan jó énekes, hogy úgy gondoltad, hogy beállítod magad mellé, vagy ez csak így hozta az élet, ez egy kézenfekvő helyzet volt, és kihasználtátok? Hát, is, mondjuk inkább így. Az igazság az, hogy Ildi mindenféle szinten helyet kap az én életembe. Eddig ez nem volt így, nem nála, hanem az előző párjaimnál. Ő valahogy úgy alakult mellettem, hogy az életem részévé vált teljesen. Mindig azt mondom, hogy a lelkemet meg tudom pihentetni a kezébe. És már amikor a Dolival énekeltem együtt, a színpadon akkor is ő fönt állt, ugyanúgy Szabcsikával. A régi Dolce Vitás bázis az egy elég stabil bázisnak bizonyult így az életem folyamán, és most, amikor így elhatároztam, hogy szólóba megyek tovább, akkor azért díszítésnek mindig kellenek szép és csinos lányok, és akkor így jött. És nem az, volt hogy... kérdés. Abszolút hogy... nem. Hiszen nem, neked nem. Ő a legcsinosabb és legszebb. Így van. Hát nagyon sok boldogságot kívánok még nektek a továbbiakban is, és nagyon sok-sok közös munkát. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ma hozzánk, elfogadtad a meghívásunkat, és kérlek, fáradj a színpadra, és énekelj nekünk. Én szeretném megköszönni, és további nagyon sok sikert kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm. Így kell ezt csinálni. Eső kopog az ablakon, maradok még hideg párnák kívül álmok között, várom visszajössz még, rég volt, szép volt az éjjel, álmok vágya eltűntek, hova lett a régi szenvedély belőle. Yeah.
egy hideg reggelen, amikor nem vagy mellettem, és nem éget a tűz, ami rosszat elűz, nélküled elvesztem. Csak egy vándor vagyok csupán, akit nem várnak haza, és nincsen a kéz, mi ha hozzám ér, meggyógyítana hozzám. Úgy siess, mint egy apró kis gyerek, lázas hajnalon csak forgolódom az ágyamon, és várom az álmot, mi átölel, csendes az éjszaka, nem felel. Hol van a kép, ami már nem él, mi veled volt csak szép. Várom az álmot, mi átölel, csendes az éjszaka, nem felel. Összetört szívek, dallam a szár, messze vagy ma már, de messze vagy ma már. Őrzöm könnyedet, mint hegyek a völgyeket, hol a szél muzsikál, rabul ejtett madár, újra szabad lehet hozzám. Úgy siess, mint egy apró kis gyerek, lázas hajnalon csak forgolódom az ágyamon, és várom az álmot, mi átölel, csendes az éjszaka, nem felel. Hol van a kép, ami már nem él, mi veled volt csak szél. Várom az álmot, mi átölel, csendes az éjszaka, nem felel. Összetört szívek, dallam a szár, messze vagy ma már, te messze vagy ma már. Hatály
aki segít a bajban. A családod, a barátok majd fogják a kezed, mindörökre itt lesznek veled. Egy jó új, majd elfeledted minden gondodat, arra kérlek téged, hogy most engedd el magad. Az éjszaka most arról szól, hogy minden rendben van, gyere és most érezd jól magad. Ma éjjel kirúgunk a hámból, ebből az éjszakából nem marad sok emlék. A pohár fenekére nézünk, és semmit föl nem félünk, így éljük az életünk. Gyere és halljuk most a hangul, én is veled vagyok, látod, ezt a minden bánat. Minden rosszat elfeledni, és a veled bemulatni, így kell ezt csinálni. Köszönöm, hogy velem tartottak. Úgy gondolom, remek dalokat hallottak. Visszavárom Önöket jövő héten is. Ma éjjel kirúgunk a hámból, ebből.